Cambridge-be sodott bennünket az élet, és mindig szerettem sportolni, ott is folytattam, és jogára jártam, ahol megismerkedtem egy Rafaella nevű lányjal, akivel elég sokat beszélgettem, és meglepő módon néhány nap múlva az iskolaudvaron is találkoztunk, annak az iskolának az udvarán, ahova gyerekeink jártak, mert hogy neki volt 3 gyermeke, nekem 2, és nagyon jó barátok lettünk, sokat jártunk továbbra is együtt jogára, és sokat beszélgettünk az iskola udvaron is. A gyerekeink is összebarátkoztak, és előbb-utóbb sor került meghívása, vacsora meghívása. És egy ilyen alkalommal egy pénteki vacsorát költöttünk el náluk, elment a család, és amikor kezdődött a vacsora, gyertyát gyújtottak, és elmondtak egy imát a vacsora előtt héber nyelven. Nekünk ez meglepő volt, de nagyon szép és megható volt az egész. Áhítattal figyelték a saját gyerekeim is, mert ilyenben még nem volt addig részük. És innentől kezdve mindenem természetessé vált, és sok-sok közös vacsoránk volt. Nagyon szerettük egymást, és aztán mindenki hazament. Ők visszamentek Tel Avivba, mi pedig hazajöttünk Budapestre.